Jó reggelt, Vietnám, üdvözlő csatornán! Képer jelentkezik a következő videóval, amiben nem lesz csatolmány. Na, jó, tudom, lerágott csont, csak a kombájnokat, aztán veressük neki, mint a veres egyházi. És ahogy mondta a kép, miért ilyen széles ez a kombájn? Hallod? Olyan szélesnek tűnt ez a kombájn, ez őrület, legalábbis... Ja, igen, bocs, gyerekek, mindjárt mondom, hogy mi a szituáció. Kicsit vagyunk keveredve, menjünk, aztán csapjuk neki, mint az őrült. De hú de furcsa, szerintem nem csak nekem, hanem így mindenkinek, hogy mi történt, mi folyik egy adja sör? Hát mi történt itt? Ez miért van becsukva ez az arasztó szerkezet? Hát ki volt ez, aki becsukta? Egy kicsit, ez nem chilles gameplay lesz. Ez nem chilles videó lesz, azt már most látom, mert meg vagyunk pörögve. Egyébként, hú, tudjátok mennyi időben, vagy hajnali egy körülbelül, a Keeper, ez most neki áll veretni körbe itt a dolgokat. Aztán... Ma még nem ittunk semmit. Egyébként van egy söröm, mindjárt ráhozom komolyabb boddal. Hajnali egy van, ilyen grillkolbász sütöttem az előbb, aztán gondoltam, iszok mellé egy sört, de aztán az így elmaradt, mert akkor mondom, nem tudom videózni. És nem véletlenül van az, hogy a nincs rendezett szárszórás, mert most már nem gyűjtük a szómat, gyerekek. Arra lehet fölkészülni, jó, gyerekek? Ja! Megindult a Season 2, még ha nem is annyira látszik. Mármint ugye még mindig itt vagyunk ezen a farmon, de hát ugye a tyúkoknak be kell hordani a kaját. De igazából most már Season 2 van. Season 2 1, nem? Akkor Season 2 2. Igen, Season 2-2 van, mert most már nem erre fogunk koncentrálni, itt csak dolgozunk. Ugye ezt semmiképpen nem hagyhatjuk itt így örökre, ezt a helyet, mert akkor mi történik? Nem tojnak a tyúkok? Kell nekik a kaja? És ugye kell úgyhogy csinálnunk ezt is majd. Cruiseplay? Annak nevezik? Az valószínű, hogy be fogja izzítani a Keeper, mert már egyre többen győzködtek azért, hogy akkor ugye még jobban tudnám automatizálni itt a dolgokat, és szükség lesz rá, hogyha akarunk normálisan haladni. Ja és, új szabályok vannak, gyerekek, mármint ilyen új újdonságok lesznek, de a mai rész, oda nézzetek, ott maradt egy kis fűi, egy kis pipacs is kerül bele. Na, tényleg új dolgok kerültek be, mármint új ötletek, új szabályok, ilyesmi. Mert mindjárt mondom, hogy miért. Mert eléggé nehéz megoldani pár dolgot, meg igazából, hogy ne olyan monoton dolgokkal szenvedjünk ilyen végtelen ideig, ezt szerintem ez nem fogja lehúzni egybe. Ne ilyen monoton dolgokkal szenvedjünk végtelen ideig, mint például a gabona, vagy a betőmeg hordás. És emiatt arra gondoltam, meg kéne indítani őt is. Arra gondoltam, meg írtátok többen is, hogy csináljam azt nyugodtan, hogy a gépi munkás megvehesse a vetőmagot és a műtrágyát és a pervexert. Igazából ugye ugyanúgy levonódik, tehát nem csíp, pénz ugyanúgy elfogy tőle, de viszont akkor nem kell azzal szenvednie a Keepernek, hogy minden egyes részben folyamatosan más nem csinálunk, mint cseréljük, ugye a... vagyis töltjük utána a dolgokat. Most igazából akkor írhatnátok azt, meg igazából jogosan írhatnátok, hogy akkor a legkisebb vető, vagy a legkisebb műtrágyaszorró, meg a legkisebb... nem műtrágyaszorró, mi az? Permetezőt is használhatná a képőr. Igen. Végül is igen. Csak úgy gondoltam, hogy ez túl nagy cheat lenne, hogy konkrétan ilyen nagyon pici eszközökkel tudnánk ugye csinálni folyamatosan. Nem kellene nézni a kapacitást. Úgyhogy valahogy úgy kellene ezt megoldanunk, azt a betyelen kivágottunk be, az a gyerekek nagyon brutálisan. Hallod? Nagyon durván telik a izék. Nagyon durván telnek a kombájnok. Ugye most más nem tudunk csinálni, mint beordjuk a csirkeolokba. Egyébként megvettem ugye a csirkéket, látjátok, hogy el is fogyott a lóvé, mint az állat. Meg megvettem plusz 30 raklapot. Így gyakorlatilag a 20 csirkeolban most összesen 40 darab rak, nem 60 darab raklapban, darabjában 3. Ami tök jó, és 98%-a van, végén még odaérünk, gyerekek, nyomjad neki az ifának, úristen!
És egy dolgot meg akarok veletek vitatni, mert nagyon sokan javasoltátok, hogy a Real módot vegyem ki, mert konkrétan teljesen szürreális az egész, például, hogy a jó, jöttem barátom, ide bevágodok, azt már ürítheted is. Szürreális az, hogy mondjuk egy ilyen 600 lóerős, nem 600, hanem ilyen 200 lóerős traktor üresen megakad a fübe. Mármint ilyen füves területen megyek át, és konkrétan nem akar menni. És ez egy kicsit szürreális, és nem pontosan reálisan működik, a készítők meg úgy is megcsinálták, hogy a járművek azok úgy működjenek, ahogy köl, és emiatt... Jó, menjél bazza, menjél testvérem. Nem megy? De megy, jó van, oké. Úgyhogy vegyem ki a Realmódot. Elgondolkodtam rajta, és valószínűleg, hogy ki is fogjuk venni. Mert annak tényleg nem sok értelme van, hogy ilyen horribilis méretű traktorok nem bírják elvinni, basszus, már szinte az üres pótkocsit se, anélkül, hogy ne lassuljanak be. Mert most nem azért, de például egy ifa se szerintem 20-szal tudna menni ezen a tarlon. Nem? Most belegondolsz, biztos vagyok benne, hogy tudna menni egy 50-et minimum. Ugye? Egy ifa, ezen a tarlon. Ugye a tarló az általában azért sík, csak annyi, hogy van rajta valami növény, simán menne, nem 15-tel. Nem. Na, és akkor azt csináljuk, hogy az innencső oldalikba fogjuk beleöntözni a szajrét, mindjárt meglátjátok. Egyébként itt szántani is kellene, meg mindent kellene, de mindenképpen abban a részben fogunk fejlődni olyan tekintetben, itt még úgy kell végig tovább, nem várjál ma, úristen gyerekek. Jézus úristen, nem is tudom milyen izére emlékeztet az egész, mint valami koncentrációs táborra, nem? Gyerekek. Ja, egyébként várjál már. Van egy olyan, amelyik ugye kimaradt a szórásból, és abban... Nem tudom, hogy melyikbe. Nem tudom, hogy az most mit jelöl meg. Aha, az a baj, hogy össze-vissza jelöl meg. Azt hiszem, az utolsó előttiben nincsen búza. Sőt, ebbe sincs búza. Gyerekek, várjál! Csináljuk azt, hogy akkor kezdjük el öntözni. Jó. Pörögjünk föl, kezdjük el öntözni itt a baloldali sorra, abban biztos, hogy nincs. És akkor minden egyibe kb. Ugyanannyi kerüljön, olyan 10.000 liter. És ugye az kb. 100.000 liter, meg akkor a másik oldalba öntünk. Ugye most egy kicsit megcsappantunk, mivel eléggé elcseszett dolog volt az, hogy nekiálltam itt szóját termeszteni, amikor konkrétan azért itt minden kellene rengeteg búza. Jó, akkor sorba megyünk, első megöntve, ugye? Jöhet a következő, meg fúj, itt azért... Egyébként ez az ifával, hogyha normálisan csinálom a dolgokat, meg nem nagyon cseszem el azt a betya, hallod? Olyat ugrattam, hogy karcolta a földet a izé, a kerék. De most ez minden poénkön kívül. Na, álljál meg, barátom. Egyébként ezek a gépek miért állnak meg így ilyenkor? Mármint nem történik az az őrület, mint például... A horror gépeknél, hogy itt össze-vissza fúr mindent a csávó, nem? Olé! Na, alakulnak a dolgok. Gyerekek, ma 680 ezerünk, ami jó. Amiből valószínű, hogy földet fogunk venni, csak nincs időnk erre. Igen, 12.000 liter. Vigyázzál, haver! Csapjad neki! És akkor itt ezt mindenképp meg fogom szántani majd itt a szélét. Mert a másodikba 12.000 liter. Nyom neki testvérem, nyom neki! Jó. Úgyhogy akkor ezután nem kell vennünk műtrágyát, nem kell vennünk magot. Megveszi a munkás, de viszont ugye pénzbe fog kerülni. Szóval... Cheat nincs, csalás nincsen, de én úgy gondolom, hogy ez jó lesz. Mert igazából akkor mi, főleg, hogyha már egy idő után ugye több helyen fogunk dolgozni, ilyen 2-3 vagy akár 4 helyen lesznek gazdaságaink, akkor én részeken keresztül más se csinálna a keeper. Azt a rott életben, itt van valami bukkanom, és
Itt az ifát mindig úgy megdobja, hogy vizé, ilyen orbitális pályára állom majd. Rendesen félek, de annyira életűen vágódik le az ifa, amikor így lekerül az egyik kerékre, azt utána egy próbál tovább evickelni, hogy az őrület. Na, jó, a gyerekek, egy kicsit összeszeretlen vagyok. Hajnali egykor, amúgyis elég húzós napom volt, péntek van. De mindenki, azért csinálom egyébként hajnali egykor, mert mindenképpen nem akarom tartani azt, hogy hétvégén legalább kettő rész legyen. Szerintem ez így korrekt. Így korrekt. Ha így beszéltük meg, akkor úgy kell lennie. Visszatértem abba a fázisomba a videózáshoz, vagy a videózásban egyébként, ami nagyon-nagyon régen volt. A legelején, amikor elkezdtem videózni, akkor volt egy olyan célkülözésem, hogy minden nap legalább legyen egy videó. És azt annyira durván tartottam, most egy szomorú történet jön, de képzeljétek, még akkor is raktam ki videót, mert nem tudom, ez nekem annyira legyen filózás, beszéljük ki ilyen dolgokról, de igazából ilyen, hogyha nagyon nem akarsz, ez ilyen, tudom én, rossz kedved legyen, akkor nem biztos, hogy érdemes nézni ezt a videót. Bár aztán nem is biztos, hogy ez olyan rossz kedv, hanem inkább az, hogy a legrosszabb időszakban is néha vannak pozitív dolgok az életben, amik azért túlendítik az embert a rossz dolgokon. Na, azt akartam mondani, és igen, ugye, basszus, beszéljek ilyenről, nem tudom, hogy egy ilyen gameplay sorozatba érdemes-e. Na, a lényeg, hogy amikor nagyon beteg volt édesanyám, akkor nekem az elég rossz volt. Elég hosszú betegsége volt, vagy elég hosszan tartott a betegsége, ami előtt ugye elhunyt, és ez nekem nagyon rosszul ment feldolgozni, és ilyen általában mindig úgy csináltam, amikor ez volt, hogy hazaértem, és szinte így kerültem a társaságát, mert nem nagyon rossz volt látni, hogy ő rossz állapotban van, értitek? Vagy mire gondolok? És várj, azt fel akartam nyitni egyébként, na. És valahogy kellett valami, ami lekötse a gondolataimat. És ez nem volt más, mint a videózás. Úgy gondoltam, hogy videózni kezdek. És akkor tényleg ilyen tök kevesen, ugye minden videós úgy kezdte, hogy elkezdték ketten nézni. Úgyhogy tényleg mindenkinek, aki úgy gondolja, hogy videózni, akkor szerintem mindenképpen állja neki, hogyha szeretnéd. Adanéd! Mindenképpen állja neki, hogyha szeretnéd. Gyerekek, mi van ezzel az ifával? Meg van tátosodva, gyerekek, driftel. Mert igazából mindenki úgy kezdi, hogy egy darab videóval, meg egy darab nézővel, aztán utána azért így tovább fejlődik. Na, azt akartam mondani, hogy ugye édesanyám beteg volt, és nekem valami kellett, ami úgy leköti a gondolataimat, hogy nem mindig azon rágódjak, hogy azt látom, hogy beteg, ugye. És ez nem volt más, mint a videózás. Ezt nagyon jól ideértünk egyébként, mert pont 99%-a volt. És annyira így lekötötte a gondolataimat, hogy hál' Isten nem tudtam azon gondolkozni, hogy milyen rossz dolgok történnek körülöttem. És emiatt így annyira bele lovaltam magam, hogy ott eldöntöttem egy pár hét után, vagy pár hónap után, hogy minden egyes nap én akarok videót kirakni. És ezt tartottam. Mindig tartottam, tényleg ilyen tök durván, és szerintem nagyon hosszú ideig tartottam. És képzeljétek, még akkor is csináltam videót, amikor édesanyám kórházba került. Meg akkor is csináltam videót, amikor elhunyt, meg akkor is csináltam videót. Vagy akkor is raktam föl videót, amikor volt a temetés. Aznap, amikor temetése volt édesanyám, meg akkor is raktam fel videót. Valahogy nem tudom, kiszakított abból a valóságból, ami ilyen nagyon szörnyű volt abban az időszakban nekem. És az valahogy ilyen tök jó volt, egy ilyen, hát elég furcsa elmondani ezt így, de ne gondoljátok, nem volt skizofrén, nem voltam meg, nem az, hogy ez most ilyen szíjésen beteg lettem volna, hanem egyszerűen csak az, hogy kellett valami, ami lekösse az agyam. És ez ebbe így tök így belekerültem. És akkor itt csináltam a videókat folyamatosan. És az úgy tényleg úgy elterelte a gondolataimat, és így tényleg... Ez az egy fakiugratás.
Egyébként azért beszélek most már erről könnyebben, azért elég régen volt, de ezekre pontosan emlékszem. Egyébként nem tudom, ki van száradva a szám, olyan furcsa. Nem tudok beszélni, mindjárt hozok egy kólát. Komolyan. Ja. Aztán egy idő után meg ugye így elmaradtak a videók, de nem amiatt, mert tudom én, nem történt semmi igazából, csak így elkezdtem talán annyira nem élni ezt az egészet. Aztán most megint úgy vagyok vele, és most nincsen semmilyen rossz dolog az életemben, hogy én nekem ebbe, hogy bele kelljen mélyedjek azért, hogy úgy eltereljem a gondolataimat, nem azért csinálom most. De megint eltökéltem azt, most hajnali egykor itt ülök, és tényleg azért csinálom, hogy szombaton legyen videó, szombat reggel legyen kín videó, vagy nem tudom mikor kerül ez ki, pontosan, mert Farming Simulator 22-t is most vettem fel, pedig nem olyan régen értem haza egyébként, meg dolgoztam, meg este 10-kor értem haza, és valahogy ez tök jó, amikor eltervezel valamit, és az nem csak azzal kapcsolatban, a videózással kapcsolatban, hogyha például van egy célod, amit szeretnél megvalósítani, akkor mindenképpen tűzzél ki egy olyat, mint például nekem szerintem az, hogy minden nap legyen videó, és ebből próbálj meg, nem az, hogy próbálj meg, hanem abból ne engedj. Mert az a gond, hogyha egyszer engedek belőle, hogy egy napot kihagyok, akkor sokkal könnyebb megtenni azt, hogy még egy napot kihagyok. Érted, mire gondolok? De hogyha nincs, van egy sorozatod, mármint egy ilyen időszakod, amiben nekem is például mondjuk, hogy nem hagyok ki egy büdös napot se, egy rohadt napot se, 10 napig nem hagyom ki, 20 napig nem hagyom ki, 30 napig nem hagyom ki, akkor ugye egyre inkább motivált leszel, hogy ne hagyd ki a 31. napon se, ne hagyd ki az 50. napon se, és minél több napnál tartasz, annál inkább úgy gondolod, hogy akkor se hagyom ki, mert ugye egyre több a idő telik el, és tényleg akkor már egyre nagyobb a, mondjuk úgy, hogy tétje annak, hogy ugye ne hagyják ki. És ez most tényleg nem magamról akarok így beszélni, hanem az, hogy de neked is, hogyha van valami célod, vagy mondjuk legy egyszer, mondjuk szeretnél, mit tudom, szeretnéd kigyúrni valamit, vagy valami, akkor amikor eltökéled azt, hogy minden kedden nekem el kell mennem futni, vagy minden kedden el kell mennem edzeni, akkor ne hagyd ki egyik kedded sem. Úgy intézd a dolgaidat, mindent úgy csinálja, hogy ne legyen kihagyva az a rohadt kedd. Mert ha egy keddet kihagysz, akkor biztos kihagyod majd a következőt is, és ha a következőt kihagyod, akkor meg már úgy gondolod, hogy hát ha már kettőt kihagytam, akkor már harmadikat kihagyhatom. Az a lényeg, hogy szerintem úgy kell csinálni, hogy inkább egyet se, tényleg, mert akkor úgy van igazából, úgy leszel leginkább motivált. És az igazából mindenre igaz. Szerintem. Ha valamit elengedsz egyszer, akkor sokkal könnyebben elenged még egyszer. És azért én is úgy vagyok vele most, hogy hajnali egy... Nem tudom, kell csinálnom a videót. Nem, mintha nem élvezném. Nehogy félreértsetek, hogy az nem muszájból van. Tök imádom, meg tök szeretem, csak az, hogy az is hozzá tartozik, hogy legyen is meg az a videó. Mert most mit tudom, én nagyon szeretem, de lehet, hogyha nem gondolnám úgy, hogy minden nap legyen videó, vagyis holnap legyen videó, tehát szombaton legyen videó, amikor ti ezt nézitek, akkor én azt csinálnám, hogy aludnék, azt akkor majd másnap ráérnék játszani vele, akkor is ugyanannyira élvezném, mint most, csak éppen akkor nem tényleg a hajnali kettőkor csinálnám. Most azért jöttem erre egyébként, hogy egy kicsit bővítsünk, de egy tök jó az ifat különben egész jó. Egy nagyon enyhén, egy iciri-piciri-iciri-picirit. Egy iciri-picirit már kezd gyenge lenni. Mert azért, amint látjátok, azért van itt izé küzdelem. Ja, itt egy kicsit lagol, de... direkt kipróbáltam akkor, amikor itt ott rendeztem a tyúkokat, meg mindent, elmentem máshova. És ugye ezért jó az, hogyha külön csinálod meg a TS-telepeket, vagy a elvileg minden egy holban, vagy minden holban vannak a raklapok. Három raklap, azt hiszem egy helyre hoztam kettő véletlenül csak. De egyébként mindenhol vannak.
Na, azért jó egyébként, hogy így csináltuk meg a telepet, hogy van egy csirketelepünk és máshol más csinálunk, mert akkor ugye nem fog, a más helyen nem fog lagolni, ezt meg annyira élem. Jó, hogy most nem sikerült olyan nagyra. Ez egy ilyen gyors reagálású őrült. Egyébként nem sokat állnám a izé, nem sokat állnak a kombájnok. Mármint, hogy így épp, hogy kiérek. Na most megpróbáljuk a izét a New Holland-ot kiérni időbe. Picit kicsi a kapacitása, úgyhogy az a probléma leginkább, ugye? De egyébként milyen jó meg van csinálva, hogy engedik bele búzát. Egy hullámzik. Ott meg milyen coolercső van ott hátul a csehen? Oda nézzél, hallod, ott a turbó. Izé pedig az légszűrő lesz, tuti. Ennek a csőn, de nagyobb kapkod a kíper. Már mennék, mert a másik már 60%-on van. Úgynek. Csapjad neki, barát. Egyébként volt egy srác, aki kérdezte, hogy Farming Simulator 19-ben is tök jól működik ez a kormány. Most elmondom neked, hogy ez a kormány, meg a pedál, meg minden, az még itt van, mert 22-t vettem fel. És nyomom a gázt. És tök jó. És most a kormánnyal irányítom. És nézzenek, hogy tök jó. És nem konfiguráltam semmit. De viszont a gáz az... ja, tök jó. Hát ezt jó kereszteztük egymást, oké. Ja, úgyhogy tök jó, jó egyéb, jól működik. Most mondjuk mit tudom én, a nézelődés... Azt most a izével csinálom, a... ezzel a... paddal, vagy nem tudom mi az, aminek itt van. Minek nevezik ezt? Soha nem tudom, minek nevezik ezt a... kormányhoz adott ilyen konzolt. Mindig minden hülyeséget mondok neki. A gyerekek, odarézzetek, mindjárt megtelik az összes, hogy nem megtelik, de ugye mindegyikbe lesz. Az már egy jó dolog. Egyébként jó lenne menteni néha, mert azért esélyesen crash-elhetünk is, ugye, mikor ennyi jól van, mert ugye alapban 10-et lehet lerakni nekünk, meg már itt van 20. Úgyhogy tud olyat csinálni a játék, hogy sajnos az engine nem fogja bírni és lecrash-elünk, de nem fogjuk feladni attól függetlenül, még legalább 10 darab óvulat ugye még telepíteni fogunk, de ott már valószínű, hogy más. Én egyébként ilyen 5 marha, meg 5 birkába gondolkozok, a disznókat elengedem szerintem. A disznókat azért engedem el, mert azok... az pont egy olyan metódus alapján működnek, ami nekem nem tetszik. Mert a disznó ugye nem termel semmit, a ganajon kívül. Figyelj el! A ganyén kívül nem te... Baze, hallod? Itt már megint ugyanitt nyomtam egy Mad Max-et. A izén a ganyán kívül nem termel semmit a disznó, hanem csak gyakorlatilag a szaporulatot tudod eladni. És az valahogy nekem úgy nem annyira tetszik. Az meg 99%-on fordul, mekkora mázlik meg gyerekek. A szaporulaton kívül nem tudsz eladni semmit a disznónál, az szerintem nem egy túl érdekes. Viszont valahogy nem. Ugye a jó birka, meg a... meg a minek nevezik? Ebben nem volt? Ilyen gyorsan töltöm. A birka, meg a marha az érdekes. A marha leginkább szerintem annyiba érdekes. Egy az, hogy tejet tök jó, mert el tudod adni, persze, az nagyon szuper. De abban az érdekes, hogy eléggé összetett az etetési és az ellátási rendszere. Leginkább azért érdekel, az amiatt kell mindenképpen megcsinálni. Na mi van testvérem? Megint limbóintózunk? Jó! Viszont is be, mert a másik meg 77%-on van. Látjátok, az IFA az tök jó ellátja ezt a kettőt még mindig amúgy. Vágjon, vágódjunk be való középen. 82%-on ma fordul, akkor mázlingban ám, de nem fog fordulni, úgyhogy ez meg fog telleni. Jó, hát ez egy ilyen aratásos rész. Mindenképpen a Season 2-re fogunk koncentrálni, szóval ne ijedjetek meg. Na most gondolhatjátok, hát akkor mi Season 2, ha egyszer ugye még itt aratunk, de hát aratunk el, muszáj. Mert hát ez kell, mert kell itt a... kell a kajatyúkoknak, úgyhogy ezt fogunk majd... Már még amikor 1 milliárd eurónk lesz, majdnem akkor is kell csinálnunk. Szóval így muszáj.
Ugye azért figyeljetek, ebből egy vetésforgó alatt egy ilyen 2,5 millió le fog jönni ám. Túlzás nélkül. Ugye ilyen 1-3 lejött már, amikor 10 darab volt, most meg van 20. Ez jó lesz ám. Jó lesz ám, gyerekek, bár igazából a vetésforgók egy kicsit be fognak lassulni. Mivel most nem fogok indokolatlanul akkor se pörgetni még mindig. Viszont azt akartam mondani, hogy ugye több földet fogunk megmunkálni, és mindig úgy próbálom megmunkálni őket, hogy egyszerre érjenek be. Úgyhogy lesznek ilyen horribilis aratási időszakok, meg horribilis vetési időszakok. De hát ugye gépi munkásra fogunk úgyis például vettetni, meg a vetés, meg a műtrágyázás, meg ez az nem lesz olyan nagyon veszélyes. Jó, van, megjöttem, ne villogjál annyira, hát a szemed megálljon. Hú, gyerekek, nem tudom, ide reklámot betűzhetek-e magamnak, mármint így csináltam TikTok ilyen oldalt, TikTok kontot. Ezt oda szeretnék feltölteni folyamatosan ilyen izé videókat, ilyen rövid videókat, meg arra gondoltam, hogy ilyen kulisszák mögött videót. Például arra is gondoltam, hogy indítok live-ot, például most is mehetne a live, miközben veszem fel a részt. Mert igazából én mindenképp videósorozatot akarok, nem akarok ilyen streames dolgot. Azért nem akarok, mert általában mindig beszívok vele, nem lesz tökéletes, átmegy ökörködésbe az egész. És csinálnám azt, hogy felrakom ide állványra mellém a telefont, és akkor közben tudunk dumálgatni is, meg tudom nézni a kommenteket, és felvetnek TikTokon valami olyan dolgot, amit esetleg tudok hasznosítani, akkor ez a videóban benne lesz, de mégse live lesz a videó, érted? Hogy mire gondolok? Hogy a YouTube-ra a videó kerül fel, de TikTokon meg live-ként nézed, és akkor hogyha néha ránézek a kommentekre, és akkor mégis bele tudnak szólni a nézők. Úgyhogy ha gondoljátok, akkor kövessetek be TikTokon, valószínűleg ilyen dolgot fogok csinálni. Ez egy ilyen, hogy mondjam, egy kicsit ilyen, most nem tudom, nem egy világ megváltó ötlet, de videót csinálok, és mégis live is, amivel lehet szólni. Szerintem ez tök jó. Úgyhogy ha van kedved, akkor nyugodtan kövess be. Még kettő oldal, és akkor jöhet a másik oldal. Megnézzük, hogy melyikben van legkevesebb, most abba fogjuk oldani ezután. Úgy. Oké. Oké. Toljanak a tikok, toljanak! És a Cristiano Ronaldohoz kell mennünk, a CR-hez. CR90. Gyerekek, ez olyan 100%, mindig tökéletesen érünk ide. Nem rossz egyébként, az IFA jó. Egy kicsivel nagyobb teherautó jobb lenne. De egyébként most mi ez? Már megint 5% bennünk maradt. De miért maradt bennünk? Ennyire kapkodtam? Vagy mi történt? Mert nem tudom. Ó, annyi baj legyen. Üzére nincs is szükség. Lehet, hogy nem lesz szükség itt a... arra a kocsira. Látod? Arra a kocsira. Az átrakó kocsira nem lesz itt szükség, gyerekek. Ha belegondolsz, akkor igazából ez mindig ugyanennyit fog lehozni. Mindig ugyanennyit fogunk erről lehozni. És ugyanilyen gyorsan minimum tudjuk hordani. Esetleg még nagyobb, de nem ifát, ha az ifát le tudjunk váltani egy nagyobb járműre, ezt mindjárt akkor igazából megvan oldva a keleti kérdés. Nem kell itt izéni vinkódni ezzel. Ja, úgyhogy ha van kedved, akkor TikTokon kövessél be, és tényleg tervezek ilyeneket, hogy ilyen live és videó egybe. Meg igazából ilyen rövidebb videókat, csomó ilyen rövidebb videó ötletem van, ilyen tök ilyen. Meg amiket igazából vannak olyan, nem is videó ötleteim, hanem vannak olyan ilyen projektek, amiket lehet, hogy mit tudom én, egy YouTube videóba azért nem raknék be, nem csinálnék meg, de lehet, hogy egy ilyen rövid kis videót csinálnék róla. De hát azt meg nem érdemes YouTube-ra feltölteni, most ilyen 1-2 perces videókat, meg minek. Például amikor válogatom a modokat, vagy például szét akarom szedni ezt a kormányt, amit vettem, mert nekem az... Tudod arra is borítani, mert ott elver... Jaj, hülye vagyok.
Na, és akkor jelöljük meg, hogy humban a izé, a mizé. Melyikbe kell kevés? Ebbe 3000, ebbe 3000, ebbe 0, ebbe 0. Hát akkor a nullásba kéne hordani, ugye? Nullásba hozzunk. Ja, szerintem ez jó ötlet lenne. De lehet, hogy erről csinálok egy ilyen külön videót, vagy... Ja, olyan videókra gondoltam, na, kormányt szétek kellene szednem, ki kellene vennem belőle a rugót, amelyik középre húzza. De hát azt most ugye érted, most mit csinálják egy izé, csak annyi, hogy ki lesz csavarok három csavar, meg... De nem csak erre gondolok, hanem egy csomó fajta ilyen videót ugye tök csinálnék, ilyen rövid kis hülyeségeket, amiket YouTube-ra nem érdemes feltölteni, Insta meg nem arra való, a Facebookot meg úgy rüggelem, ahogy van, a Facebook csat, van egy Facebook akkuntom, nem is léptem be szerintem éve. Tudom, nekem az annyira nem jön be, ez meg le, mennyi, ó, jó. Na, indulj meg. És igazából nézzük, hogy mennyi van. Ez körülbelül, nem túl sok lesz. És emiatt el kellene osztani, hogy minden tyuk kapjon, ugye? Úgyhogy ebből 6000-et fogok leönteni oda, másik 6000-et le fogjuk önteni a másik üresbe, és utána megnézzük, hogy melyikben van kevés, és akkor azokba öntözünk be. Ne kövessük el meg egyszer azt a hibát, hogy az egyikben van 20 000, a másikban meg nulla, aztán akkor nem a legjobb. Úgyhogy azt az átrakó kocsit azt mindenképpen nem fogom adni, mert semmi értelme nincs, meg amúgy is nehezen húzták, meg mit tudom én, meg nem kell. Érted? Itt akkor tök nem kell, az ifával tök bemaradott. Most lehet, hogy mondod azt, hogy akkor miért nem hordom az átrakó kocsival egyből ide, de belegondolsz, akkor igazából így aratás végére megvan a kiordás, nem? 6004, 8, 7, hát, majdnem sikerült. 6. Ó, de arra nézd, majdnem sikerült. Na nézzük, még volt egy üres, nem? Jó, nem volt egy üres. Ja, nem volt üres, van rá. Van egy 3000-esünk, meg van egy 5000-esünk. Meg 7000-esek, 7000-esek, 7000-esek. Akkor nézzük a 3000-est annak beöntöm, jó? Volt itt egy 3000-es. Hely megjelölése. Gondoltam egyébként, hogy az utolsó. Ezek meg esélyes, hogy összeakadtak ám itt a fődön, ne gondoltam. Ó, izé van, kartpárbajt vívnak ennek itt, apám. Jó van, az csávó menjen. Figyelj, ezt be is vihetem, nem? Akkor már... Miért ne vigyük be? Berakjuk a helyére, kiürítünk, azt akkor kész. Figyelj, kéz van. Hú, de várjál már, nem lesz jó. Az nem... De, az bele fog férni valószínű, mert ugye ilyen szükcsikat húz csak. Ja, olyan kulercső megy ebbe, apám. Ez brutális, oda nézzé. Pedig tényleg az ilyen direkt szűrőhöz megy. Ez meg van egy kicsit izéve, csipőve. Csibészes nagyon a verd a gyerekek. Na várjál. Itt a helye, ugye? Nyomunk egy izét neki. Csőkit. Meg nekünk kellene egy ilyen. És megnézzük, hogy melyikben van legkevesebb, abba elvisszük, ennyi. Az átrakó kocsit meg eladom a francba, mert semmi értelme nincsen, annak van egy döknek, jó drága is volt, meg búgunk rajta csomó pénzt. Hál' Isten, ahogy jól érezze magát a keeper, az meg pont véget ér. A móka már az árul, Miki móka tára. És meg is van a izé, meg is van gyerekek a csodálatos aratás. Hát az is. A tikok megtermelnek, mint az állat. Na, 12.000, 9.000, 6.000, van két 6.000-es. Ja nem, az csak egy 6.000-es. Egy 6.000-es van, csak van benne egy kakas. Hely megjelölése. Jó. Abban meg van 95%, úgyhogy az még tök jó. Na, van egy 6.000-esünk.
Abba szerintem bele is öntöm mindent, aztán akkor föl fog menni egy izére. 12 000-re. Ó, ja, ebbe... ja, hát ebben van 6 000-es, én hülye, ebben 6 000-et öntöttem, mi? Hát, még jó, hogy 6 000-es vagy, szóval 6 000-et öntöttél bele, te okos. Okoska! 7 000-esbe megyünk, jó? Azután. Szuper, várjál, át kéne menni a kombányra. Egyébként ennyire a kombányra is beleengedhetnél ám. Ez a jó 96%-on lett. De egyébként szép aratás volt, arra nézzetek, tiszta. Ott van, lehet, hogy egy kis csík, igazából amíg elérek odáig, az nem éri meg nekem. Szóval elengedi a képer. Tehát, hogy beállok csővel oda, aztán a zifával meg elviszem hátra. Lehet, hogy gyorsabb lesz az nekem. Jó, gyerekek! Szuper minden, eladom a izét, az átrapókocsit, aztán elkezdjük ám a izét. A Season 2-t mindenképpen, mert végén meg azt mondjátok, hogy hát mi ez, hol van Season 2, egyszer ugyanazt csináljuk már megint. Hát ugyanazt csináljuk, de már más. Hogy? Mert ugye itt már nincs izé, itt már nincs fejlesztés, a Season 2-be mást fogunk megvalósítani, az a lényeg a Season 2-nek. Hogy megvalósítsunk egy más projektet, és igazából elindítani, már elindítottuk, és vagyis ebbe a részbe elindítjuk a következő projektet. Az már nem fér bele a Season 1-be, mert az egy másik projekt. És a másik projekt az ennél csak nagyobb és horribilisebb lett. Az a durva, srácok, tehát ami eddig készült, az volt az általános iskola első. És most jön az általános iskola második körülbelül. Ja, ez miért ilyen rohadt lassan ürít, vagy én érzem ezt csak. Oké, srácok, itt akkor meg kell szántani majd egy kicsit, viszont akkor már ránézek valamire, gyerekek. Nekem nagyon tetszik ez a két föld, ez mennyi? Ez 235, ez 364, úgyhogy ez a kettő föld valószínűleg meg fog vevődni. Meg van egy 500. 64 ezres az lesz, hogy az még hozzá fog verődni. Na jó, van ott meg úgy látom, hogy van, marad benne egy kicsi, az igazából benne is maradhat. Meg a... belegondoltok, a kombájnokat tudnám használni konkrétan mozgó silóknak, mert igazából ki se kellene szednem belőle, hanem ugye, ugye elosztom nagyjából, és akkor hagyok benne, és akkor hogyha valamelyik szarban van, akkor azt után tudom tölteni. Értitek a lényegét, hogy hogy épül-e fel ez az egész, ugye? Ebbe öntünk egy kicsi bicsit. Így. És megnézem, most melyikben van kevés, hogy akkor tényleg, hogy 9000, 11000, 11000, 13000, 11000, 5, itt van egy 5000-es is, meg egy 7000-es, meg még egy 7000-es. Ó, itt az, ez sok 7000-es van, de volt egy 5000-es. Itt van az 5000-es. Jó, gyerekek, az 5000-es berakok. És a 7000-esek, azok valószínűleg itt sorban az egész, azok szerintem bőven kibírják. És előbb-utóbb egyébként el fogok érni arra a szintre, mert ugye szerintem túltermelünk. Vetésforgónként ugyanazt csináljuk, mindenképp túl fogunk itt termelni. El fogjuk érni, hogy minden maxra lesz töltve, utána meg sílóba fogjuk beoldani, és akkor egy idő után, hát mondjuk úgy, hogy nem kell aratnom. Fölöslegesen nem fogunk aratni itt, mert hogyha búzát ezt nem adom el, meg most itt babot nem fogok, ennél nagyobb földeken fogjuk csinálni, úgyhogy nem érdemes. Várjál már azt az ifából, olyan, és kiveszem a izéből. Itt ezt kiveszem, pillanat. Jó, és akkor igazából itt is hagyhatjuk ám. Na az a terv, ugye, figyeljetek, 36-os, 42-es föld, ugye? És itt ennek a, ezen a földnek a csomópontjában van, ez a 460-ért megvehető föld, és nem fogom átírni az árát 1 millióra, meg akármennyire, mert igazából, hát mondjuk ezt meg se legyen, vagy megvegyem.
Biztos izé leurroktok, hogyha megveszem 460-ért. Na, egy dolgot viszont meg kell néznem nekem, gyerekek. Mondtátok, hogy ha megveszek egy földet, akkor előtte nézzem meg, nehogy véletlenül becumizzak. Gyerekek, azért öcsém, ezek a földek, hallod? Ezt végig se tudnám mutatni, hogy ez milyen hosszú. Várj, próbáljuk meg, hogy fölfussak ennek a tetejére. Úristen. Fodor Antal birtokolja a gyerekek, a Fodor Antal. Az biztos az öreg Fodornak az unokája, mi? Na figyeljetek, ide följövök a tetejére, és akkor itt még, egészen odáig a házakig. Itt még. Úristen, mi a föld, hallod? Úristen! Na. Jézus már! Jézus úristen! És köztem mi van? Csak ilyen bozótos. Ah, de jó! Meg itt van ez a kis fás rész, ami ugye szántható. Tehát össze lehet szántani ezt a kettőt. Hogy ugye menne tovább. Nagyon jó. És akkor itt még, az Isten tudja még meddig menne. Ez pont egyébként ideális ilyen gépi munkásoknak, mert ilyen extrém hosszú, ugye? És ezt az egészet, amire végig járják, arra a nap lemegy oda. De ezen rengeteg cuccot tudná termelni. Ugye? Nem tudod, milyen hatalmas? Innentől idáig. És azt szerintem meg kellene vennem, egyébként meg is veszem. Meg 35-ös is itt van mellette, figyeld. Igen, ez lenne a csomópont egyébként, ez lenne nekünk egy jó csomópont, és erre gondoltam, hogy ezt a földet, ezt megvenném. 460, most nem tudom, írjam át, vagy ne írjam át igazából. Nem tudom, gondoljátok, átírom, de ne ilyen millió euróra szerintem. Ugye mindenki, aki ezen a mapon játszik, ezt ennyiért kapja meg, 460-ért. És akkor ugye erről a csomópontról kiindulva 35-ös, 36-os, 42-es, 38-os föld baromira gyorsan elérhető, ezt itt összeszántanám a 40-est, sel érted, így, és akkor egy ilyen 40-es, 42-es, 36-os egybe, 35-ös megint egybe, meg itt a 38-os mellette, itt konkrétan az összes földet, a nagy földeket ilyen extrém. De ezt tudjátok mekkora? Most tudjátok mekkora a 11-es, 10-es, 9-es egybe. Akkor most nézd meg, 35-ös nagyobb. 35-ösnek ez a része nagyobb, mint az. És ezek ilyen extrém brutál nagy földek egyébként. 35-ös mennyiben fáj? Na, várja. 600, ez meg 232, meg ez is 600. Ez most nekem jobban tetszene, mert ilyen jó hosszan végig tudnak durrantani rajt, nem? 35-ös egyik is baj, bazza. 35-ösre ránézzek, várjál. Pillanat, a legegyszerűbb ránézned, ugye a fődekre, az így. Na, oda nézzél, hallod. Innen. Idáig. Itt meg van a 35-ös, amelyik. Ez is ilyen, úristen, mekkora te, hallod? Ezek nagyon komoly földek. Na, ezt meg megvenném. És akkor itt meg tudnánk csinálni az izét. Itt meg tudnánk csinálni a marhákat. Vagy a juhokat. De ez ugye ez ilyen nagyon nagy. Itt is van egy ilyen, nem tudom, alakuló tér, vagy betonos pálya, vagy akármi, nem tudom, itt fociznak. De ezt a kettőt fogom megvenni. Igen. 36-os, vásárlás, igen. És ez meddig van? Nem tudom, ezt várja. Ezt úgy látom, hogy ez már nem ide tartozik.
Baj, utálom. De jó van, mindegy. Azt kell csinálni, gyerekek. Viszont itt ezt a fás részt, ezt le tudom srégelni, ameddig akarom. Meg kell csinálni a szántását ennek a földszéninek, itt. Hol van? Itt, ahol volt. És át kell hozni az ekét. Jó, hát innen indítom meg ezen az oldalon őket. Vagy pedig ja, egyiket innen, másikat onnan, csak itt vissza fog pattani, de igazából át fog menni oda. Jó, nem olyan rossz. Nem olyan rossz, gyerekek! Jó lesz ez. Jó lesz ez. Hát ez így, ja. Hát ez a 30, 42-es, 36-os szerintem nagyobb, mint az összes földünk. És 40-es, gyerekek, jó lesz. És akkor ide telepednék le, de ezt nem veszem meg, addig írjátok meg, hogy akkor megvehetem-e ennyiért, vagy pedig esetleg többért vegyem-e meg, vagy hogy legyen. És akkor, ja. És akkor itt körbe, itt csinálnák meg a telephelyet most, és akkor körbe lennének az épületek. De megfigyeled, látod? Abszolút nincs semmi, nulla laggal mész megint, mert rohadt messze van. De ugye úgy ugratok egyet, már érezni, hogy FPS dropod van, mert itt már annyi épület van. És azért jó, hogyha nem egy ilyen horribilis nagy izét csinálsz, telepet, hanem több kicsit. Amit akartam mondani még, hogy akkor a következő részben, ugye 95 ezerünk van, ami semmire nem elég. Következő részben még itt aratás, vetés, minden szántás lesz. És ugye gépekre kell gyűjteni. Gépekre kell gyűjteni. Valamilyen gépet kell vennünk. Traktor kell, ide már mindenképp a legnagyobb vető és kultivátor egybe kell, tehát a legnagyobb, nem, nincs appelláta, ide ekkora földekre már mindenképp a legnagyobb kell. Jósan rá is nézek, hogy az mennyibe kerül, mekkora. Itt van öcsém. 290 ezer, meg 185 ezer, nem számít, papám, ezzel azért lehet veretni. 25 méteres, gyerekek. Egy kettő ilyet veszel, azt pikpak lehúz mindent. De mondjuk ennek kell 640 lóerő, és ez valószínűleg nem fogja semmi elhúzni, hogyha nem behagyom a rea módot. Úgyhogy azzal kapcsolatban majd nyilatkozzatok. Na, el is búcsúzom, nagyon szépen köszönöm a figyelmet, jók legyetek, sziasztok!